Szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik itt digitálisan vannak jelen, élőben, és azokat is, akik majd az előadást YouTube-on nézik vissza. Hát elérkeztünk a idézőjeles tanévnek az utolsó szakkör előadásához, és ma az a különleges helyzet van, hogy nem én fogok előadni, úgyhogy nem engem fogtok nézni másfél órán vagy 45 percen keresztül, hanem meghívtam egy kedves barátomat, a Szegedi Tudományegyetem medievisztika szakos doktorandusát, Danka Balást, és ő fog nekünk beszélni arról, amit majd elmondja, hogy miről fog beszélni, úgyhogy én itt csendben maradok, és a szó pedig az övé, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Köszönöm. Annyi kérdésem, illetve kérdésem lenne, hogyha majd lesz valami kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor nyugodtan használjátok ezt a mancsjelet, vagy szívecskét, vagy ami jól esik. És nyugodtan ilyen amúgy közben kérdezni, mert nem feltétlenül biztos, hogy mindenki érteni fogja, amiről szó van. Első kérdésem, látható-e a dia? Mert általában ebből problémák szoktak lenni. Igen, látható. Szuper. Vagyis hát egy kocka van belőle kitakarva, feltételezem a Skype az, ami így belóg a képernyőbe. Eltüntetjük, és elvileg akkor most tökéletes, remek. Akkor hajrá. Na hát akkor én is bemutatkozok nektek újonnan megint, ahogy a Márk is mondta, a Szegedi Tudományegyetemnek vagyok a doktorandusza, és annó csináltam egy ilyen előadást tulajdonképpen a dinasztikus temetkező helyekről az ottani szervezetünknek, a Szegedi Történész Hallgatóknak az Egyesületének az egyik előadására, tudom, szép hosszú nevük van, és elég vicces nevet adtam nekik igazából, hogy Európa több mint 1000 éve, aki egy kicsit agitabban benne van a történésekben tudja, hogy ez egy könyvcímre affektál, azok pedig, akik még jobban benne vannak, tudják, hogy miről beszélek. Ugye maguk ezek a dinasztikus temetkező helyek, ahogy itt az első képen is láthatjátok, többségében általában székesegyházak, szerzetesrendi kolostorok, illetve különböző társaskáptalanok, apátságok, stb. Majd itt szépen részletezni fogom, hogy mi, merre, hogyan vannak ezek a temetkező helyek, és itt a vizsgált témák az igazából ezredik évtől megy, hát gyakorlatilag majdnem a 18-19. századig el fogunk amúgy menni, tehát itt egy kicsit hazadok abban, hogy a középkorról lesz szó, mert nem csak arról. A képen a Leoni katedrális láthatjátok a maga kis szép pompájában, és igazából ez a gótikus katedrálisoknak amúgy az egyik szép jellemzője. Nagyon jól láthatóak a rózsablakok, az égbe törő csúcsdíszek, a maga kis gótikáját szerintem híven tükrözi. Ugye a bevezetés, egyáltalán arról akarok beszélni, hogy mit tudunk a középkori halotti kultuszról, emellett, hogy mit tudunk majd a gyászmenetről, a különböző gyászmeneti szertartásokról, hogy milyen emlékek maradtak ránk a halott királyok utolsó útjáról, hogy hol és milyen dinasztikus temetkezőhelyek alakultak ki. És ezek a kérdések alapján fogjuk igazából itt a vizsgált témát majd egyáltalán átugrani, átbeszélni. A jobb oldalon amúgy egy gótikus katedrálisnak az üvegablakát láthatjátok, elég jellemző amúgy ez a fajta megjelenés amúgy a katedrálisoknál. A vizsgált időszak, hát kicsit igen hazudtam, hogy 800-tól a 17. századig gyakorlatilag végignézzük az egész korszakot. Ugye elsőnek azt lehet mondani, hogy a szent kultusz igen meghatározó. Hogy miért? Ugye ennek két oka van. Egyrészt maga, hogy a gyászmeneti szertartás is a szent kultuszhoz köthető, hiszen onnantól, hogy a translációkat elkezdik véghez vinni, illetve elkezdik ezeket alkalmazni a szenteknek, ugye a szentiavatási menete során, ezért ugye ez egy meghatározó aspektusa lesz a dolgoknak, és ez hozzájárul ahhoz is, hogy a temetkezés tulajdonképpen minél hát pompásabb legyen, hogyha fogalmazhatok így, ugyanis összefügg az, hogy a szenteknek a holttestét láthatóvá teszik, és összefügg az, hogy egyáltalán ezeket a holttesteket elkezdik majd megjeleníteni, ezt nevezi amúgy az angol szász irodalom effigiáknak, de ez egy rossz kifejezés, én jobb szeretem azt mondani, hogy képmás, imázs, alter ego, ami igazából jobban lefedi ezt a fogalmat. A francia használja amúgy a gisantot, a német pedig a bildnist, mint egy fajta lefedési módozatot. Ugye a 10. században hitvallók és államalapítók, illetve mártír szentek vannak,
addig a 11-12. Századtól ugye megjelennek a lovak szentek, ugye kik ezek a hitvalló, illetve államalapító és mártír szentek, ugye hitvalló Edvárd, Szent István, vagy mondjuk Szent Olaf, akiket ide lehet sorolni. Ugye a 12. századtól pedig ugye a legismertebb ugye a Szent Lászlónk lesz, ki a legfontosabb személyisége lesz a lovagi eszménynek, illetve a lovagi kultúrának. Ugye a Szent Kultusz és az Ereklyék, aztán mondani, hogy ugye a Szent Kultusz egész Európa szerte meghatározó. Ugye Magyarországon Szent Kultusznak úgy vannak különböző ereklyéi, és ilyen furcsán megfogalmazva, ilyen mondjuk a Szent Jobb, Szent Lászlója, Hermája ugye Győrben, vagy Szent Istvánnak az Ákapos csontja Zágrában, tehát elég szépen ránk maradtak ezek a különböző szentektől megmaradt tárgyak. Ugye a jó élet uralkodók esetében van arra eset, hogy szenté avatják őket, vagy pedig abban az esetben maradnak ránk erekék, hogyha templomoknak és kolostoroknak adományozzák őket, sőt, ez egy kitétel, ugyanis nagyon komolyan veszik, hogy a templomot legalább két ereki esetében lehet felszenteltnek tekinteni, tehát nem lényegtelen az, hogy hány erekét birtokolt egy bizonyos egyházi központ. Ugye nyugaton elég érdekes ennek a Szent Kultusznak a megjelenése. Én egy ilyen kasztidiai uralkodó körében megjelenő sajátosságot hoztam, hogy mennyire szépen dolgoznak úgymond az anyaga, és mennyire fontos nekik is úgymond a Szent Kultusz, hát nem véletlenül. Tamás, illetve Bertalan apostolnak a szobra Leónban, a Székes Egyházban, az úgynevezett szakrakamarában, ami tulajdonképpen egy sekrestje, és ebben a sekrestjében őrizték az úgynevezett ovideói Jézus leplét, illetve a győzelem keresztjét. Most ez a győzelem keresztje, ez Asztúriában jelenik meg, hasonló a története, mint a Milvius-Szíri csatának, azzal az egy kitétellel, hogy itt a kereszt úgy jelenik meg, hogy az asztúriai seregek hát gyakorlatilag szétverik a mórokat. És megjelenik egy kereszt gyakorlatilag a híd fölött, mint, hát hogy mondjam, jelképe annak, hogy legyőzték ezeket a fránya mórokat, és tulajdonképpen a mai napig amúgy Asztúriának ez a jelképe, ez a kereszt, hogyha bárki rákeres, akkor meg is találja. És itt őrzik amúgy Oviedóban az elveszett Fridládának egy másolatát, vagy nem tudom pontosan mi akar az lenni az a ládikó, majd mutatok róla képet, illetve a legfontosabb egy tárgy, amiről majd itt mindjárt szó lesz. Ugye ez az úgynevezett Krisztus lepel, amúgy az a döbbenet, hogyha megnézitek, akkor ott a jobb oldalán láttok egy ilyen kis mélyedést, és ott tisztán látszik az, hogy ebből bizony mintát vettek, és ez valóban korabeli, tehát első századbeli lepel maradvány, tulajdonképpen a torinói lepelnek egy ilyen, hát társmásolata, nem tudom, hogy pontosan milyen funkciót tölt be, de a torinói lepellel rokonságban áll az egészen biztos. Ugye itt van ez az úgynevezett győzelem keresztje, mint Asszúriának a legfontosabb szimbóluma, tehát gyönyörűen zománcazott kegytájról van szó, különböző berakott drágakövekkel, illetve, hogyha jól megnézitek, ugye ez gyakorlatilag színaranyból készült. És itt van ez az úgynevezett elveszett frigyláda, ugye ennek a frigyládának az a története, hogy ebben találták meg úgymond ezt az elveszett nekit Jézus leplet a spanyolok, és ugye ez gyakorlatilag ide kerül Spanyolországba, és amikor ezt fölnyitják, akkor döbbennek rá, hogy jó Isten, milyen kegytájra bukkantak, úgyhogy megvan a maga vicces története. Most Leónban van a legszentebb szentágy, tulajdonképpen a Szent Grál, Szent Izidor közösségében őrzik, de a Kádizit szokta elfogadni általában a katolikus egyház a Szent Grálnak, de ugye maga Leónban van ez az úgynevezett urdaka kelyhe, amiről azt kell tudni, hogy Szaladin, amikor beteg volt a lánya, akkor a leóni udvartól ezt elkéri, mondván, hogy hát ha fölépül tőle, és gyakorlatilag beleiszik ez a lány ebbe a kehelybe, és varázslatos úton felépül. Ugye a kehelynek a Leónba kerülése is nagyon vicces, ha fogalmazhatok így, ugyanis Egyiptomból kerül Dél-Spanyolországba, majd valahogy egy ilyen csatározás során az Isten tudja, hogy zsákmányolják a spanyolok a móroktól tulajdonképpen, és ekkor kerül tulajdonképpen a leóni udvarba. Érdekességem, hogy a kehelynek, és ezt én most kiemelném, hogy ennek is vannak első századi maradványai, úgyhogy lehet, hogy be kéne próbálkozni Indiana Jonesnak ezzel a kehelye, hogy esetleg
ténylegesen ez lenne a Szent Grál. Ugye beszéltünk itt a kegytárgyakról, most egy kicsit beszéljünk a temetkezési módról. Ugye van ez az úgynevezett angol-francia, úgynevezett ineffigi mód. Én azért nem szeretem ezt a kifejezést, mert maga az effigiák az általában égő áldozatként is értelmezhető. Ez annyit jelent, hogy egy fabábút vagy szamabábút felöltöztettek, kivitték a mocsaros talajra, meggyújtották, és akkor szépen ott igazából égni hagyták ezeket a különböző hát bábukat. Ugye itt teljesen más funkciót tölt be, ez a kép más. Ugye itt az uralkodóknak a szarkofágjára teszik rá többségében ezt a képmást. Nagyon érdekes, hogy azt mondja az angol szakirodalom megálltában az egész nyugat, hogy második Edvardnál alkalmazzák először, és ehhez képest már 14. századból lehetne hozni példát, akár mondjuk 7. Szent Gergelyt, vagy akár mondjuk egy másik ismert angol példát, mondjuk a templomos lovagoknak is megjelenik a képmásra a saját sírjukon. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem Edvard az első, aki dicsekedhet azzal, hogy neki képmása lett volna. Ugye magyar viszonylatban ez az úgynevezett alter ego, és inkább francia uralkodók körében bukkan föl a legtöbbet ez az úgynevezett effigia. Ugye az alter ego hazánkban Túróczi krónika ír arról, hogy Károly temetésekor nem letakart arca, hanem nyilvánosan mindenki jelenlétében úgy, hogy nyíltan személyesen látták, a mondott testet Fehérvárra szállították, hogy eltemessék, és akkor folytatják itt a történetet azzal, hogy az egyház ajtaja előtt állt Károly király úr három díszlova bíbor takaróval ékesítve, az első lovon ülő vitéz a királyi méltósághoz, a második meg ládökleléshez, a harmadik királyi méltósághoz megillető harci fegyverzetben, a hadba vonulásba felvérzetten. A három lovon ülő három vitéz sisakján a hadi jelvény egy strucmadár forma volt. Ez a patkót harapó strucc, amúgy az anzsóknak tulajdonképpen egy ilyen dinasztikus jelképe, és elég sokszor meg is jelenik az uralkodói ábrázolások során. Ugye ezzel szemben nem igazán bővelkedünk halott meneti leírásokban, a következő az Hunyadi Mátyás. Ugye Mátyásról már Bonfini írja le a temetését, hát ki más tenni, hiszen kortársa, tehetné te fel a kérdés joggal. Ugye Bonfini azt mondja, hogy halála másnapján a tetelmet fejedelmi pompával, jelvényeivel felékesítve, bíborral takart ravatalon egy tágas csarnokban helyezték, hogy mindenki megnézhesse, aztán jól lehet kizsigerelték, szaglani kezdett, ezért betették egy szurkos ládába. Ugye ez egy érdekes dolog, mert itt nem tudjuk, hogy mi történnek ezekkel a kizsigerelt holttest maradványokat, tehát belső szervekkel, viszont azt tudni véljük, hogy Mátyásnak a holttestét, azt ugye rögtön ebből a szurkos ládába helyezve, a Dunán keresztül lehajóztatják Budára, és onnan jön igazából a holttestre a gyászmenet. Hogy miért érdekes ugye ez a belső szervi temetkezésnek a története? Hát azért, mert a német uralkodóknak a körében nagyon dívott az a szokás, hogy a belsőségeiket különböző egyházi intézményekbe temették. A legkorábbi példánk az például első Otto, akinek a szívem emlében, benne a teste pedig a felesége mellett a katedrálisban temették el. Tehát gyakorlatilag két különböző helyszínen temették el őket, de angol uralkodóknál is van rá példa, tehát ez nem feltétlenül csak német szokás. Ugye oroszlán szívű Richárdnak például a teste az Fontainebleau-ban van, a szíve az viszont ugye a Rouen-i katedrálisban, és hát ugye az legextrább példa az majd Barbarossa Frigyes, akiről majd fogok beszélni. Ugye, hogy ez a német vagy arab temetkezési mód, amit úgy neveznek, hogy mos teutonicus, hogy mondtam, a királyi hát testrészeket vagy belsőségeket különböző egyházi intézményekbe hát temetik el. Ugye Magyarországon erre egy érdekes példa lehet Kertz, amiről az a, hát hogy mondjam, szóbeszéd járt a korban, hogy királyi méltóságoknak a végtagjait őrizték volna, de nem tudjuk, hogy kiknek, nem tudjuk, hogy miért, és nem tudjuk, hogy melyik uralkodókról van szó. Ezt egy zsigmondkori oklevél meséli amúgy el nekünk. Ugye a legismertebb példánk, ahogy mondtam, az Barbarossa Frigyes, akinek a testrészeit Antiókiába, Türoszba és Tarzuszban hát fogadják be tulajdonképpen. Ugye Barbarossa Frigyesnek a halála a 100 világ krónikában ábrázolják, hogy hát Frigyes ugye
nagyon melege volt, ezért azt gondolta, hogy ő vesz egy hürdőt, és hát elég végzetes körülmények, hát vagy hogy mondjam, sors fogadta, belefulladt ugye a folyóba, és érdekes, hogy három felé, ugye ahogy itt föntebb is mondtam, hát szakítják, vagy temetik, kicsit ilyen érdekesen megfogalmazással élve. Ugye a német királyoknak vannak egyéb példáink, hogy kiket, merre, hogyan temetnek. Ugye Cornwalli Richard, aki félig amúgy angol származású, neki a szív az például Haileyben van, a teste az viszont Oxfordban, ugye Nassau-ja Adolfnál ugyanígy, hogy szív Rosenthal, test Speyer, és Rasper Henriknél érdekes, mert ő egy földrajzi helyszínen, de két különböző egyházi intézményben van a szíve és a teste eltemetve. Ők amúgy német ellenkirályoknak számítanak, úgyhogy szerintem maga szellemiségük is már nagyon érdekes. Ugye, hogy újra temetések, ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy temettek-e uralkodókat újjá? Hát igen. Ugye feltette a kérdés, hogy mikor, vagy végtisztesség esetén, mondván, hogy eltemették, és akkor újra el kéne temetni, mert vagy kihantolták a holttestét, vagy ugye mondjuk szentavatás esetén, és ugye itt a leggroteszkebb példa az ugye a perek, ugyanis itt holttestekér is igen, szintén igen szívósan perelnek. Ugye az elsőre ismerhető példánk az Abba Sámuel, ugye meggyilkolják, behegednek a sebei, ami általában főleg a szentekre jellemző, és eltemetik ugye Abba Sáron. Ugye szenti avatás, ugye ez a legismertebb példa szerintem, pont Szent Lászlót hoztam föl, hogy igazából eltemetik Nagyváron, de a hermája az ugye Győrben található, és az érdekesebb, ugye az 13. században jelenik meg, hogy az uralkodó holttestéért perelnek, ugye a második András esetében a pilisi apát, míg a fia, a negyedik Béla esetében az esztergomi érsek, azok, akik a fő bűnösök, úgymond. Ugye Béla testét azt végül is a minoriták fogadják be, úgy, hogy ugye eredetileg is ott volt eltemetve, viszont az esztergomi érsek az gyakorlatilag a jog ellenére, hogy az forrásaink fogalmaznak, kihantoltatja Bélának a holttestét, és eltemetteti az esztergomi érsekségbe. Második András esetében a történet ott egyértelműbb, ugyanis ott a pilisi apát indítja a pert, de gyakorlatilag az egeresiek azok levelezik a pápával, hogyha fogalmazhatok így, hogy nem bántjuk a holtat holtában. Úgyhogy ő, hogyha fogalmazhatok így, gyakorlatilag nem jár olyan kellemetlenül, mint Béla. Ugye, hogy vannak-e külföldön is újra temetett uralkodók? Bizony vannak, ugye főleg a végtisztesség megadása az, ami nagyon domináns. A legismertebb példánk az harmadik Richard, őt úgy találják meg, hogy egy építkezés során méghozzá egy vásárcsarnok vagy valami hasonlót építenek, és akkor teljesen véletlenül találnak rá, és végül is Leicesterben a ferences templomban kapja meg a végső nyug helyét. Ugye a legtöbbször újra temetett uralkodónk, itt van egy ilyen, most csúnya megfogalmazva, rekorder, luxemburgi János, akit 1346-ban él a halál, ugye Crécyben, és először Altmünsterben temetik el, ez Luxemburgban van, majd Neumünsterben, ez a Neumünster, ez Luxemburgnak az új palotája, Altmünster pedig a régi palotája, milyen meglepő. És ugye a 19. században temetik el majd megint, ugye főleg a napóleoni háborúk hatására, először Metlachban, majd 1874-től a Kastel településben, a Mózel folyónál. És 1947-ben temetik el végül is gyakorlatilag Luxemburgban, a székesegyházban. Hogy ő hogyan halálozik el, erről én van egy ilyen elég groteszk vicc, hogy mondja maga János király, hogy támadás a jobbszárnyon. Ezzel szemben van a random lovag egy, aki azt mondja, hogy felség, ő nem vezethet hadakat a csatába, és akkor mondja János, hogy de hát miért nem, és akkor mondja a lovag, hogy hát azért nem, mert a luxemburgi vak János, és amúgy is éppen a balszányra mutat. Tehát, hogy vannak ilyenek. És hát ugye, hogy a halotti tortúra, hogy ez hogyan nézett ki, hát gyakorlatilag 140 kilométert tett meg az uralkodónak a holtteste, hát közel 600 év alatt, úgyhogy gyakorlatilag nem egy lányállam volt az ő végtisztessége, hogy fogalmazhatunk így, viszont szerintem egy abszolút nagyon érdekes példa az ő újratemetése. Ugye a magyar viszonylatok, és vannak itt nagyon érdekes rekordereink, ugye első László, aki Nyitrán hal meg is Nagyvárad, hát ez csak ilyen korabeli magyar útviszonyokat néztem meg, autópályák, mert stb. Tehát, hogy körülbelül mennyinek
minősül ez akár mai viszonylatban? Hát az abszolút rekorderünk a Szapolyai János, aki 100 sebesnél hal meg, és Székesfehérvárra temetik el, tehát majdnem 580, majdnem 600 kilométer, amire eljutott a Fehérvár a holtteste. Hogy miért fontos a távolság? Na most azért, mert sokszor a tradíció az felülírja ugye a szokásokat. Ez azt jelenti, hogy nem helyben temetik el a királyt, és mondjuk 100 sebes, közel lenne mondjuk Nagyváradhoz, hanem elviszik őket a dinasztikus helyszínekre, és ez alól kivétel akkor, hogyha az uralkodó holttestét nagyon gyorsan el kell földelni, ugye ennek az egyik oka az maga a Pest is. Hogy milyen intézmények vannak, ugye itt csoportosítani lehet őket, és innentől kezdődik szerintem maga a nagy izgalmas része, maguk a magánegyházak. Annyi kérdés, hogy eddig van-e kérdés, és akkor utána folytatom. Senki? Akkor megyünk tovább. A magánegyházak. Tehát ugye a magánegyházak, ugye a székes, illetve a társas káptalanok, ugye itt a káptalan feladata az elsősorban a püspök munkájának a segítése, de hiteleshelyi feladatokat is ellátnak, és okleveleket állítanak ki, illetve a királyi bíróság, tehát a kúriának is segítkeznek. Ugye élén a prépost vagy a kanonokok állnak, attól függően, hogy székes vagy társaskáptalanról beszélünk. Ugye a legismertebb példánk az ugye Székesfehérvárról társaskáptalan van, de Németországban is találunk példát, és itt is vannak amúgy uralkodói temetkezőhelyek, ilyen mondjuk Braunschweig, illetve Heidelberg. És ezzel szemben a kanonok rendek, ők úgy alakulnak ki, hogy már létezik ugye a bencés szerzetes rend, és emellé jelennek meg az úgynevezett kanonok rendek, akik egy valamilyen kánon szerint élnek. Ugye Ágostonnak a regulája alapján élőket szokták ágostonos kanonokoknak, vagy ágostonos szerzeteseknek hívni. Ugye a szerzetesek azok, akik ismertebbek, mert ők azok, akik aszkéták és szigorú önsanyargatásban élnek. Magyarországon nem gyakori az ő letelepülésük, van egy-kettő példa. Németországban viszont igen, meg Angliában, illetve Skóciában is találunk ágostonos településeket, tehát olyan helyszíneken, ahová mondjuk az uralkodó is eltemetkezik. Ugye Magyarországon ezzel szemben nagyon fontos kanonok rend, ugye a premontreiek. Ugye a Várad-hegyfok az, ami elsősorban a legismertebb, méghozzá második Istvánnak a nyughelyekén. Ugye Istvánról azt kell tudni, hogy betegségben szenved, és azért, hogy meggyógyuljon az ő betegségéből, belép a rend kötelékébe, és szerzetesi habitusban körbeneti keresztel temetik el tulajdonképpen az uralkodót. Külföldön is nagyon kedvelik őket, például Strahovban második Vladislavnak a nyughelye. Hát azt lehet mondani, hogy ők nem lényegtelen kanonok rendről beszélünk, itt jobb oldalt láthatjátok pont ezt a strahovi monostort. Ugye az ágostonosok, nincs rá példa, hogy Magyarországon hozzájuk temetkeznének, külföldön már annál több van, és bocsánat, ezt itt kinyomom, hogy ne hangoskodjon, tehát külföldön már annál több van, és ugye a királyi palota sokszor közvetlen a kolostor mellett áll, például pont Spanyolországban tudom majd egy példát hozni, ugye a király az imádkozni járált, illetve tanácsot kérni a klerikus művelt papoktól, és adott esetben mondjuk ott is széke, tehát bazilika funkcióját tölti be, királyi igazságszolgáltató helyként funkcionál. Ugye ez a Szent Izidori kolostor, amikor vizsgáljuk, először bencésként kezdi, de aztán ágostanosok kapják meg tulajdonképpen a jogokat, és onnantól oda is temetkeznek az uralkodók, és itt láthatok például pont a királyi pantomból pár sírt, jó magam is bejártam, amúgy nagyon szép, de majd itt mindjárt látok még szebb képeket. Hogy hogyan néz ki ez a pantheon amúgy belülről? Hát így, én azt gondolom, hogy gyönyörű. Itt van igazából maga, majd a, hát igen, pantokrátor Krisztusnak a fényképe, hogyha jól megfigyelitek, és szerintem itt nagyon jól érzékelhető az, hogy még itt a szkizma előtt járunk időben, ugyanis ott találkozhatunk a görög-keleti vallásban leginkább ezekkel a fajta pantokrátor ábrázolásokkal, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez itt egy 1054 előtti festett tulajdonképpen gyönyörűség, hogyha fogalmazhatok így, amit láthattok. És ezzel szemben, hogyha egy kicsit háttér megyünk a teremben, akkor már érzékelhető az, hogy hát itt megtörtént a szkizma, ugyanis itt már Júdás, illetve Jézus a tanítványai körében látható, szerintem észrevehető, hogy a baloldali alak az maga
Júdás, mert ő az, aki egyedül nincsen, ugye glória, érthető okokban ugye elárulja Jézust. Ugye a káptalan felett áll a püspök, ahogy fogalmaztam, és ugye a püspököknek, úgymond a székhelye, székes egyház, azért nevezzük amúgy őket székes egyházaknak. Állat nyilván az élén élsek is, de itt most a püspökökről van szó. Ugye a püspökök sírja is szerintem nagyon érdekesek. Itt pont hoztam nektek egy példát Burgoszról, a székes egyházból. Ahogy láthatjátok, és ahogy fogalmaztam, itt már gyakorlatilag megjelenik a képmás, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak egy ilyen uralkodói ábrázolásmód lenne, hiszen magukból a nemesekből, illetve az egyháziak köréből hat át valószínűleg az uralkodói temetkezésekre és a képmással való ábrázolás, majd itt hozok még szebb példákat. Ugye Európában nagyon kedvelik a székesegyházban való temetkezéseket, de nagyon érdekes szerintem, hogy Németország úgymond az, ahol a leginkább igen, illetve Dániában is inkább az. Ugye Magyarországon egy-egy uralkodót temetnek a székesegyházba, mert Németországban például Speyerben mondjuk több uralkodót lehet számon tartani, akit oda temetnének. Láthatunk arról törekvést, hogy a püspök az a király holttestét szeretné a saját egyházi intézményébe befogadni. Ugye ilyen maga Magyarországon Katapán érseknek, Katapán püspök, aki Imre királyt gyakorlatilag eltemetteti a saját egri egyházi intézményébe. Hogy hogyan néznek ki a másik katedrálisba eltemetett uralkodók, én most spanyol példákat hoztam nektek, mivel pont Spanyolországban jártam, illetve Lengyelországban. Igen, egészen egyszerű sírokról lehet beszélni, amúgy szerintem az a brutális és döbbenet, hogy ezek hát gyakorlatilag több mint 1000 éves sírok többsége. És ugye a legfontosabb királyi szarkofág az ugye második Alfonzé, hiszen ő az, aki a kolostort, a székesegyházat igen kemény anyagi javakkal támogatja. Illetve, hogy hogyan néz ki mondjuk egy másik katedrális, ugye itt az elején hoztam a Leoni katedrálisról egy képet, és megmutatom nektek, hogy milyen belülről. Én azt gondolom, hogy gyönyörűek maguk ezek a katedrálisok, de hogy hogyan néz ki egy kép, más, hát nem sokat lehet látni sajnos a ráncoktól, viszont azt lehet mondani, hogyha megnézitek például a festményeket, oldalt, illetve a figurákat, jóval kidolgozottabbak. Tehát ugye ez már az érett gótikának a művészete, és nem véletlen az, hogy például pont ezeket a képmásokat elkezdik használni a sírokon. Ugye a szimbolizmusnak a tökéje, vagy megtörése, hogyha lehet így fogalmazni, az mondjuk maga a Burgosznak a Mária kapuja, ahol szintén láthatjátok az uralkodókat saját hát képmásaikkal a legfőbb bejáratnál, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen falrész volt, ahol bementi a városba. És ugye, hogy hogyan néz ki belülről maga ez a székesegyház, ez például Rodericus Didacidi Campiadornak a tumbája. Most itt annyira állnék meg, hogy maga ez a tumba egy nagyon érdekes dolog. Általában holttest nélküli sírhelyet szoktuk így nevezni, viszont nagyon vita megy azon, több magyar történész között is, hogy lehet-e arról beszélni, hogy mondjuk nem magában a sírban, de a sír alatt egy külön sír gödörbe lennének eltemetve, úgymond az illetőnek a holtteste, és szerintem amúgy ez egy teljesen elfogadható opció. Tehát maga ez a sírhely üres. Hogy hogyan néz ki még belülről ez a katedrális? Hát szerintem azt gondolom, hogy gyönyörű. És hát ugye a gótikus katedrálisok után második vagy harmadik legnagyobb katedrális, tehát elég nagy monstrumról beszélünk. Ugye nagyon fontos jelkép a Santiagon a csillag, hogyha jól megnézitek azt a üveggyönyörűséget, ami fönn van, ahol bejön a fény, az is kísértetésen hasonlít a csillagra, ugyanis Santiagónak a szó szerinti fordítása, hogy tulajdonképpen Santiago a csillag mezeje alatt, hogyha lehet ilyen szabatosan fordítani, ugyanis a Compostela szó szerint ezt jelenti. Ugye itt a legenda szerint úgy találják meg Jakabnak a holttestét, hogy gyakorlatilag egy csillag vezeti el őket a szentnek a testéhez, és akkor ugye nagyon érdekes, hogy a legendája, mert rokonságot mutat például pont Szent Lászlóival, hogy a holttestet szekére pakolják, és gyakorlatilag nem ott helyben tudják eltemetni, hanem ezek az állatok gyakorlatilag mindenféle vonóerő nélkül elindulnak Santiago felé, ahol végül is eltemetik Jakabot. Ugyanígy ezt a csillagot láthatjátok Burgoszban, és azért lesz ez itt érdekes, amit mutatni fogok, mert ez alatt a, hát gyakorlatilag kápolna alatt, ugye pihen egy nemesi család,
Róluk annyit kell tudni, hogyha megnézitek, amúgy szerintem gyönyörű a sírjuk, és ahogy mondtam, gyakorlatilag a nemesekről hatált az uralkodókra ez a fajta temetkezési módozat, hogy ők gyakorlatilag hát a királynak ilyen közvetlen segítői, helytartói voltak, tehát igen, közelültek a tűzhöz, hogyha fogalmazhatok ilyen szabatosan, és gyakorlatilag azért nyerik el ezt a, hát a lehetőséget, hogy ide temetkezhessenek, mivel gyakorlatilag jó viszonyt ápolnak a királyi családdal. Ez egy másik nagyon érdekes dolog szerintem, hogy ugyanitt ebben a katedrálisban őrzik Elszínnek a halottas koporsóját, aki amúgy nagyon sokban kötődik ahhoz az urakkához, akiről korábban említettem azt a Szent Grál történetet. Viszont Elszínnek ugye a Burgosz az, ami a legfontosabb úgymond kötődési pontja, hiszen itt temetik el. Úgyhogy hogyan néz ki belülről ez a katedrális? Hát többszintes monstrumról beszélünk, hát egy olyan 2 óra bejárni körülbelül. Különböző kerengőkön kell keresztül menni, és ilyen mindenféle termen át lehet igazából csodálni a korabeli barokk vagy más művészeteknek úgymond a megjelenését. Hát mindenhol az a flánya csillag kimutatható például itt a mennyezetön is, hogyha jobban megfigyelitek. A Real Santiago az egy nagyon érdekes dolog, hogy mit tekintünk Santiago-nak. Ugye a klasszikus spanyol felfogás szerint az utolsó 100 kilométer után már lepecsételik az embernek a mennevelét, és akkor bizonyítva van, hogy ő végigjárta a Santiago-t. Nagyon sok pontja van, igazából majd mindjárt hozok itt többet is, hogy melyik a legtávolabbi. De még mindig szeretnék nektek mutatni, hogy hogyan néz ki belülről ez a templom. Csak itt egy kicsit előre szaradtam, amiért utólag is elnézést kérek. Hát gyakorlatilag ugye itt végig a kerengőkről lehet beszélni. Ezek ilyen gótikus kerengők, de szerintem érezhető rajtuk az az úgynevezett moriszkó hatás is. Ugye Burgosz egy ilyen nagyon erős hát bástyája volt a mórokkal szemben a spanyoloknak. Elszíd is gyakorlatilag konfrontálódik velük, hogyha valaki jobban ismeri ezt a történetet. Ugye, beszéljünk egy kicsit arról, ha már beszéltünk a társaskáptanokról, illetve a székesegyházakról, hogy hogyan néztek ki a többi szerzetesi temetkezőhelyek. Ugye érdekes szerintem az, hogy Angliát veszük triviálisnak, hogy mondá, hogy Westminster az, ami a legfontosabb bencés temetkező hely, de ez egy nagyon-nagyon erős tévedés, ugyanis csak itt való Edward után kezdenek el temetkezni Westminsterbe, egészen addig össze-vissza van az angol uralkodóknak a temetkezési helyei. Most ennél érdekesebb szerintem a skót, vagy a spanyol bencés nyughelyek, mert ott viszont vannak dinasztikus temetkező helyek, ilyen mondjuk Iona, vagy Dunfermline Skóciában, spanyoloknál pedig mondjuk lehet hozni több példát is, most nem akarom mind sorolni. Ugye a legismertebb és a legnagyobb az mindenképpen ugye a Saint-Denis, ahol tulajdonképpen a francia királyoknak hát több mint a 90%-a el van temetve, és nagyon óvatosan kell megközelíteni az ottani sírokat, ugyanis a francia forradalomban gyakorlatilag a vandálok szét, hát hogy mondjam, törték a sírokat, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Ugye az új típusú szerzetes rendek fognak majd megjelenni a keresztes eszmével, illetve a Reconquistának a terjedésével kapcsolatban. Ugye, ahogy mondtam, spanyol uralkodók között is vannak bencés temetkező helyek, ilyenek mondjuk kezdetben vannak északon, viszont ahogy Santiago mentén emelik ezeket a bencés templomokat, én mondjuk Onya vagy Penyának a temploma nyugodtan rá lehet keresgélni, akit jobban érdekel. És ugye, de mikor megjelennek az új rendek, például a ciszterciek, ők egy nagyon érdekes szerzetes rend lesznek, úgy ezzel együtt haladnak délre a Reconquistával, és be is temetkeznek ezekben az egyházi intézményekben. Ugye ilyen mondjuk Hódító Jakab, aki elfoglalja Valenciát, és ekkor fog mondjuk komolyabb szerepet kapni León, Toledo, mint új nyughelyek, ugye ezek püspökségek, illetve mondjuk Szent Izidornak a közössége. És ugye 1492-ben a szempontból nagyon érdekes, hogy Granadában, amikor elfoglalják, ugye ez az új világnak a felfedezése is, de annak is a dátum, hogy elfoglalják Granadát a spanyolok, hát betemetkeznek gyakorlatilag Granadába is a spanyol uralkodók. Ugye, hogyan néz ki a középkori zarándok utak térképe? Szerintem nagyon érdekes. Ha jobban megnézitek, vannak itt olyan települések, amikről már beszéltem korábban, és
szerintem nagyon jól látszik, hogy bizony az uralkodók gyakorlatilag erre az útra temetkeznek, vagy ott hoznak létre egyházi központokat, amik ezekhez közel vannak. Úgy ennek a legtávolabbi, legtávolabbi pontja az igazából Nidarosznak a katedrálisa, méghozzá az a mai Trondheim, fönn északon, még ennél is távolabb, amit ott Bergennel jelez. Ugye a cisztercia, beszéltünk a bencésekről, most egy kicsit ugrani fogunk. Miben másabbak? Ugye egyrészt jóval demokratikusabbak, mint a bencések. Másrészt ugye a klini reformok mellett is szimpatizálnak. Ugye a klini reform alapján működő templomokat találunk Angliában, ahol szintén vannak királysírok, ez például Dolbinak a királysírja, mint példa, amit meg tudnék említeni. De Spanyolországban is találkoztam már ilyen uralkodói sírhelye, tehát nem szokatlan az, hogy mondjuk a klüniekhez temetkeznének. Viszont ugye a ciszterciek már ezzel szemben a földi paradicsomot ígérik, ugye gyorsan terjednek, jelen vannak egy részt ugye a keresztes hadjáratokban, és ugye ez kinyíréte nélkül mindenhol megtalálhatóak, ugye előszeretettel telepednek le a vízes területeken, meg a völgyekben, átjárók, gázlók, halastavak, stb. És hogy hol vannak ciszterci komoly kolostrok, ugye mondjuk Kasztília, Aragónia, akár mondhatnánk mondjuk Dániát, Svédországot, vagy mondjuk Magyarországot, második Andrásnak az esete. Ugye a ferences mozgalmak és a domonkosok, ők azért jelennek meg, mivel megerősödik ugye az eretnek mozgalmak, és ekkor jelenik meg először az igény a prédikációra, illetve a tanításra. Ugye a ferencesek egyrészt a szegénység eszméjükről, míg a domonkosok leginkább a prédikáló tevékenységükről ismertek. A ferencesek azok Magyarország, illetve a 14. századtól Ausztriában jelennek meg, mint komoly olyan szerzetesen, ahová el is temetkeznek uralkodók. Ugye Magyarországon lehet mondjuk mondani 3. András, 4. Bélát, még ugye Ausztriában a leghíresebb, ugye ferences, az ugye a bécsi kapucinosok kriptája. Ugye a domonkosok ezzel szemben nem igazán annyira sok helyszínen temetkeznek azért az uralkodók, ugye a Német-Római Birodalomban hozzám itt egy példát helyezenek, illetve Magyarországon, ahol 5. István temetik el tulajdonképpen a testvére mellé a Margit szigeten, méghozzá az evangélium felől, ahogy fogalmaz a forrásunk. Abban a szempontból is érdekes szerintem, hogy az ő halotti koronáját kimosta a pesti árvíz, és amúgy, hogyha minden igaz, akkor még mai napig megvan, bár volt olyan variáció, hogy elrabolták volna. Ez az úgynevezett Eisenachi Prediger kirche, a Rasper Henriknek az egyik nyughelye, hát ugye a másikról sajnos nem igazán találtam jó képet, de tényleg azt lehet mondani, hogy itt egy kettős temetésről lehetne beszélni. Ugye, hogy mi a helyzet a királynak a viszonya az egyházhoz, ugye, hogy a király igazából visszavág, vagy visszatér, lehet így mondani, ugye a 13. század után a királyok elég szép számban, lehet azt mondani, hogy nem mindig értenek egyet a pápával minden esetben. Tehát vagy együttműködik az érsek, vagy ellenáll a királynak. Ugye én mondjuk Bálfi Lukács Magyarországon, mondjuk ő 12. századi példa még pont, de Canterbury Tamás is föl lehetne mondjuk itt hozni példaként, vagy akár mondjuk magát Barbarossa Frigyest, aki német ellenpápát állított. Azt lehet mondani, hogy itt a 12.-13. században a királyi hatalom bizony-bizony megerősödik. És ugye a király emiatt hát magánegyházakat kezd el alapítgatni, ilyen lesz mondjuk a Fontevró, a Tércalagrend, vagy egy úgynevezett Szent Péter a hát Láncaival, vagy Láncainál. Ez a távolon belül egy kápolna, és itt is van temetkező hely. Ide azokat temették el, akiket amúgy ki is végeztek, mint hát úgy mondjam, renitens uralkodói, fellángoló ifjú vagy ifjú hölgyek, kinek hogy tetszik. Ugye a fontevrói szerzetesrendnek a kolostora nagyon ismert, azt gondolom. A legismertebb sírten azt gondolom, hogy itt oroszlán szívű Rihárdé, és így fest, amúgy kívülről, ez egy külön szerzetesrendi kolostor, tehát ő igazából, mint stiftunk, királyi alapítás létezik. Ugye a pápát hogyan idézőjelben büntetik meg, ugye elhagyják majd Rómát, és 1309 és 77 között Avignonban tartózkodnak. Nem krízismentes, de nem mondhatnánk azt, hogy ez egy sikertelen történet lenne, ugyanis pont, hogy ez alatt az időszak alatt nagyon szép diplomácia, illetve hát nem diplomáciai eseményekről lehet beszélni,
Például az, hogy a pápai bevételek azok nem csökkennek, hanem pont, hogy nőnek, hiszen ugye a franciák nagyon keményen támogatják az avignoni pápákat. Úgyhogy ilyen néz ki ez az avignoni rezidencia, gyakorlatilag így lehet megnézni, úgyhogy jobban megnézitek, gyakorlatilag ez egy, hát majdnem olyan, mint a Bastille, bevehetetlen börtönnek számított. Nem véletlen, hogy ezt az úgynevezett fogságot alkalmazzák rá. Úgyhogy milyen remények és lázadások mennek végbe, ugye, ahogy haladunk előre az időben, tehát ti is érzékelitek, hogy itt a 15. században beszűkül ugye a világ. Ugye nagyon ismert ugye Wallenstein, illetve Szűcsnek a munkássága, és ugye az új világnak a felfedezésével együtt ugye az uralkodóknak egyéb gondjai is akarnak, ugye az új kontinens azt meg kell hódítani, teljesíteni kell ugye az igét, idézőjelben erőszakmentesen, és itt megjegyezném azt, hogy az inkvizíció az egyáltalán nem egy erőszak szervezet, hanem egy vizsgálódó, tényfeltáró szervezetről van szó, de általában erőszak szervezetként fogjuk föl. És hát ugye idézőjelben megjelenik a lázító, nagyon erős idézőjelben tenném Luther, és egy ilyen korabeli idézőjelben vicces mém arról, hogy a helyi ember bepusztítja úgymond Európát. Ugye vele együtt kezd majd elterjedni, hogy a protestantizmus. És szerintem itt nagyon érdekes, hogy a protestáns uralkodók esetében mit látunk a temetkezés, mert erről szerintem még annál is kevesebbet lehet mondani. Ugye mi változik? Ugye egyrészt a helyszínekre is hat, megmaradnak az olyan tradicionális temetkezőhelyek, mint mondjuk Gyulafehérvár, ami székesegyház, de nem protestáns, viszont megjelennek ugye az különböző protestáns temetkezőhelyek, mondjuk Rákóczi Zsigmondnak ugye Szerencs, vagy Apafi Mihály Joknak, most ilyen hülye megfogalmazom, bocsánat, ugye Kolozsvár, református templom, illetve Tököli, akit ugye Késmárkba temetnek el. Most az, hogy később temetik oda előket, most ettől eltekintenék, attól függetlenül, hogy én itt inkább azt szerettem volna kiemelni, hogy itt protestáns egyházi intézményekről van szó. Úgyhogy ugye néz ki mondjuk Tökölinek a sírja, azt gondolom, hogy amúgy teljesen érdekes, de itt például pont azt mondanám kiemelendőnek, hogy itt már nem igazán használják az úgymond képmásokat, mégis használnak, ugye, hogy a protestantizmus magáról a letisztultságáról ismert. Úgyhogy hogyan néznek ki a temetkezések napjainkban? Ugye a lovasszekér helyett ugye halottas kocsi van, ugye a katonák helyett ugye civilek viszik sokszor az uralkodónak a holttestét, vagy néha katonák is. Ugyanúgy fontos amúgy a színszimbolika, de ugye a nemzeti színek helyett mondjuk a sasos lobogó mondjuk a lengyeleknél, inkább már ugye a fekete gyászszíne, ez ugye a reneszánszba fordul meg, mert egészen addig nem volt a fekete gyászszíne, hanem színes ruhákba temették az uralkodókat. Ugye új jelvények jelennek meg, ugye különböző nemzeti zászlók, és hát ugye a celebráció nyelvek, míg középkorban ugye a latin, addig ugye napjainkban ugye a nemzeti nyelven mondják a halott lelki üdvéért, ugye a miséket, meg a különböző celebrációkat. Ugye a virágok is egy nagyon érdekes dolog, hogy inkább a viktoriánus korban jelenik meg tömkelegével, középkorban különböző áldozatokat mutatnak be az uralkodónak, ilyen mondjuk a pénz, különböző edények, ruhák, stb. És ugye a virág az a viktoriánus korban jelenik meg, mint temetkezési, hát hogy mondjam, kellék, most ilyen furán megfogalmazva. És abban a szempontból érdekes szerintem, hogy kezdetben azért kezdenek virágokat használni, hogy ezek gyakorlatilag a halottaknak az illatát úgymond elfedjék. Ugye a középkorban nem ezzel tartósítanak, hanem mondjuk rózsavízzel, vagy kiszikkadt, kicserzett bőrrel takarják be a holttestet, vagy viaszolt, vagy kiszurkózott ládába helyezik az uralkodónak a holttestét, és így tartósítják őket a temetésig, ami annyira, hát hogy mondjam, érdekesen sikerül, hogy akár 30, de van olyan példánk, hogy 90 nap is eltelik a halál és a temetés között, tehát azt lehet mondani, hogy a középkorban teljesen másképp tartósítják a holttestet, és megvolt a maga metódusa amúgy. A befejezés és az összegzés. Azt lehet mondani, hogy számos sírhely megmaradt, kivéve a kivételek, hogy pont hazánkban, ugye törökök, illetve mongolok, stb. Ilyen szempontban a nyugat lelektanyag az sokkal gazdagabb, és sokkal jobban dokumentálják amúgy nem mellesleg azt, hogy mi minden volt mondjuk egy uralkodó mellett a sírokban. Hát ugye közelmúlt, hogy mondjam,
kutatása az, ami nagyon elkezdett a témát szerintem felölelni, és én ezt amúgy nagyon örvendetesnek találom, hogy egyáltalán most a királyok sírja, ez egy ilyen napi témává vált. Ugye képi ábrázolása sokat elárul a kor szellemi gondolkozás módjáról, tehát az, hogy mondjuk az uralkodót milyen ruhába temették, sokszor nem feltétlenül tudjuk kikövetkeztetni, hogyha nem maradt fel mondjuk uralkodói portré. Mert ha fönnmaradt, és azt mondjuk összevetjük a sírukkal, akkor meg lehet azt mondani, hogy hát igen, azért temetik az illetőt, például pont földnélküli János piros ruhába, mert piros ruhát hordott még életében is. És hát ugye legfontosabb, hogy nem csak turistáskodni éri meg, hanem számos új információt kaphatunk meg, amelyről eddig nem tudhattunk, például, hogy 600 év alatt 135 kilométert tesznek meg egy holttesttel, igazi maratonnak lehetne leírni. Úgyhogy a temetkezés az évszázadok során valamelyest változékony, de ugye a szimbolika és a királyról való megemlékezés az mindig fontos volt igazából. És én ezzel szeretném akkor megköszönni a figyelmeteket. Hát nagyon köszönjük az érdekes előadást, nekem személy szerint tetszett, úgyhogy remélem, hogy a kedves hallgatók is, vagy nézők is így vannak vele. Úgyhogy ezzel lényegében idénre lezártuk a egyháztörténet szakkört, és így legalább egy kis különleges véget is lehetett a tanévnek idézőjelesen szerezni. Úgyhogy amit még így befejezésként mondanék, ez így független az előadástól, hogy a nyáron valószínűleg, ha minden jól megy, akkor tudom folytatni a már elindított kereszténység első századai sorozatot, úgyhogy ugyan szakkör előadás az nem lesz, de még azon előadásokat, amiket ugye nem közvetítettem online, azokat esetleg rövidített formába folytatom azoknak a felvételét, mondom, ha minden jól megy, akkor nyáron ezt megcsinálom, illetve majd mindenkit tudósítok arról, hogyha az általam eddig írt jegyzetek, ugye az első három évszázadról szóló nagyobb összefoglaló, és a teológiai gyors talpaló, ami nagyjából 30 oldal lesz, vagy lett, azt hol és mikor tudom mindenkinek eljuttatni e-mailben, akit érdekel. Úgyhogy nyáron ezek lesznek, szeptembertől, ha minden jól megy, ha Isten is úgy akarja, és élek, akkor folytatjuk a bizánci képrombolás témájával, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek az idei figyelmet, köszönöm szépen még egyszer Balázsnak, hogy csatlakozott hozzánk, és egy ilyen érdekes előadást tartott nekünk, nagyon köszönöm. Mindenki. Köszönöm az agyatokat. Az sohasem probléma, nem volt ez fáraszt, az érdekes volt szerintem. Köszönöm tényleg mindenkinek a figyelmet, jó egészséget mindenkinek, ezt most külön szoktuk mindig hangsúlyozni, kellemes nyári szünetet előre is, és Isten áldjon meg benneteket, és szervusztok!